Az öcsödi halnevelő telepről érkeztek a pontyok szolnokra, hogy életüket a Tiszában folytassák. A pontyok horogérettek, így hamarosan a pecások is bevethetik rájuk a csalit. A délután telepített halaknál azonban kevéssé voltak szerencsések kiporciózott alapanyagnak szánt társaik. A nejlonzsákokba csomagolt élőhalat a nevezést leadott csapatok vehették át. Akkor sorba szólítanám a halkolbász lovagrend csapatait. A megmérettetésen immár második alkalommal idén is részt vesz szerkesztőségünk. Úgy gondoltuk, hogy újra belevágunk. Most egy másik kolléga vállalta magára a főzés, a főszakácsi szerepet. Egy tiszai halászembertől tanult eredeti tiszai halászli recepttel készül a kollégám és természetesen, ha már halászli, ahhoz majd dukál friss, puha fehérkenyér, illetve második féleként a férfi kollégák pedig bevállalták, hogy főznek egy jóféle töpörtyűs túrós csúszát. A Tiszai Hal napjára szombatra idén is sok vendéget várnak. Lesz halsimogató, kecsegetelepítés, horgászverseny, és persze a főszerepet betöltő gasztronómiai programok. A Tiszavirág gyalogos híd alatt és mellett non-stop főzés, kirakodóvásár, a színpadon pedig programok nyújtanak kellemes kikapcsolódást. Ha hinni lehet a meteorológusoknak, az időjárással sem lesz idén probléma.